Mi történt a héten, polgármester úr? Hát rengeteg dolog történt, ugye most egy két hetet ölelünk át, úgyhogy az október 6-ai ünnepséggel kezdeném. Ugye megemlékeztünk az aradi vértanúkról, illetve a szabadságharc leveréséről és annak megtorlásáról. A Prodám utcai országzászlónál Szatmári Kristóf parlamenti képviselő meg én mondtunk beszédet, és egy méltó főhajtással meggyújtottuk a gyertyákat. Ez volt az október 6-ai ünnepség. Szintén ugyanezen a napon adtuk át a Hunyadvár utcai orvosi rendelőt, ugye föl lett újítva a Erzsébet ligetben a Hunyadvár utcában található orvosi rendelő, házi orvosi rendelő, teljesen ki lett belezve és újra lett építve az egész, nagyon szép lett. Illetve az emeleten levő tüdőgondozó épületében is a nyilázárókat kicserélte az önkormányzat, illetve a fűtési rendszert, a kazánokat, ami ott volt, ezt kicserélte, úgyhogy ez volt az utolsó olyan orvosi rendelő, amivel az önkormányzat még nem végzett nagy felújítást, most már ezen is túl vagyunk. Ugye van olyan orvosi rendelő, ami helyett egy másikat építettünk, ugye a Rádió utcában van egy, hát nem nagyon használható orvosi rendelő, csak ilyen átmeneti ügyben használjuk, mint például most a szakrendelő felújításánál kerültek oda egyébként a Tekla vagy Jókai utcában levő házi orvosok. Ideiglenes jelleg, na ehelyett építettünk ugye a Szabadföld út, Vidámvásár utca sarkán teljesen új orvosi rendelőt, illetve hát még a Jókai utcai szakrendelő felújítása zajlik, ami jövő március közepére lesz kész. És ha ezt is befejezzük, akkor tényleg a 16. kerületben minden orvosi rendelő már 21. századi színvonalon tud dolgozni, és a orvosok, a házi orvosok, a házi gyerekorvosok ennek megfelelően egy békés, nyugodt környezetbe tudják fogadni a pácienseiket. Szerintem ez minden 16. kerületi számára egy fontos lépés volt. Később kezdtük, mint az iskola óvoda felújítási programot, de hamarabb tudtuk befejezni, köszönhetően az állami támogatásnak, illetve annak, hogy orvosi rendelőből, épületből kevesebb van, mint óvoda épületből például, úgyhogy haladunk szépen azokkal is. Aztán ezen kívül volt képviselőtestületi ülés. Nem volt túl hosszú az ülés, mert nem nagyon volt napi rendi pontok, már olyanok, amik említésre érdemesek. Kettő ilyen volt. Az egyik, hogy hosszas vajudás után végül a fővárosi önkormányzat úgy döntött, hogy mégiscsak odaadja a kerületi önkormányzatnak az Emma utcai játszóteret, bár senki nem gondolta volna, hogy az nem kerületi tulajdon, a fővárosi önkormányzat tulajdona, de mielőtt felújítanánk, előtte azért elkértük a tulajdonjogot, és egy néhány hónap, inkább éves húzavona után, de most már legalább úgy döntöttünk mi is, mert tudtunk már dönteni, hogy akkor elkérjük a fővárosi önkormányzatot, és oda is adja nekünk ezt a játszóteret, és amint ez a jogügylet lezajlik, akkor nekiállunk a felújításnak. Remélhetőleg még talán az októberi fővárosi közgyűlési ülésen ez megtörténik, ha mégsem, akkor már csak jövőre tudunk nekiállni a felújításnak, mert novemberi közgyűlés után, mert decemberben már építkezni nem nagyon lehet. Aztán ezen kívül, ami másik fontos dolog volt, ugye az önkormányzat vett egy nagy levegőt, és nekifogott a volt szovjet területek, a Újszász utca 45B alatt levő területnek a rendezéséhez, illetve még nagyobb levegőt vett, egészen a Újszász utca, Ballada utca, Légcsavar utca és volt Mátyásföldi repülőtér közötti nagy tömbnek a rendezését határozta el a képviselőtestület. Ugye ebbe a folyamatba tartozott az, hogy a torony épületet, ami a Jókai utcával szemben van, azt helyi védettség alá helyezte a képviselőtestület. Én tárgyaltam a tulajdonosokkal, hogy hogyan lehetne egy kicsit jobban bevonni a kerület vérkeringésébe, vagy legalább a látványt egy kicsit javítani ennél az épületnél, mert most egy betonfalat látnak, akik arra járnak. Ugye a honvédsége nem nagyon tudunk mit csinálni, mert az egy zárt közösség, egy zárt világ, de ezzel az iparterülettel, illetve mellette levő lakóövezet az Újszász 45B-vel igen. Itt arra döntött a képviselőtestület, hogy arról döntött, hogy a közterületnek tűnő, egyébként magántulajdonban levő magánutakat átveszi a tulajdonostól ingyenesen, ugye a tulajdonos felajánlotta, nem mindegyiket, de hát a önkormányzat úgy döntött, hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni, hogyha minden utat ingyenesen megkap, mert ugye itt akkor utat kell javítani, itt a közműveket meg kell nézni, a zöld felületet meg kell vizsgálni. Nyilván kell tárgyalni a lakókkal, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék. Sokan, akik ott laknak, nem is tudják, hogy az út, amin ők hazajárnak, az nem is közterület, nem is köztulajdon, hanem magántulajdon. És akkor ugye egészen ott a másik oldalt, a jégcsarnoki parterületnek a rendezését határozta el az önkormányzat. Nekünk a tulajdon részünk egy nagyon pici van még a jégcsarnok melletti
telek, amit bérbe adunk most a jégcsarnok építő cégnek. Összesen ennyi az önkormányzat tulajdona, de nem baj. Eljutottunk arra a szintre, hogy foglalkozzunk ezzel. Utoljára a 90-es évek elején foglalkozott ezzel az önkormányzat, akkor volt egy szerződés egy céggel, akinek ki kellett volna alakítani a szabvány közterületeket, le kellett volna bontani a nem odavaló épületeket, ehelyett fölmarkolta a nagy hasznot, majd eltűnt. Pereskedés is volt ebből az ügyben, de hát felszámolt cég után már nem nagyon lehet mit csinálni. Éppen ezért nem foglalkozott az önkormányzat ezzel, hisz neki volt egy szerződése. Na mindegy, most vettük egy nagy levegőt, és lezárjuk a múltat remélhetőleg itt az új 145B-ben is. Ezen kívül ugye másik képviselőtestületi ülés is volt, közmeghallgatás volt. Ugye ezt elvileg mi mindig tavasszal szoktuk tartani, tavasz végén, nyár elején, mielőtt még az iskola véget ér, de ugye most pandémiás helyzet volt, nem tudtuk megtartani, így eltoltuk most erre az őszi időszakra. A szokásos módon zajlott le a közmeghallgatás, eljöttek a kerület lakói és kérdeztek, és a kérdésekre válaszoltunk. Szokásos időponttal egy 2 óra időszak alatt. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik eljöttek, föltették a kérdéseiket, és így tudtunk választ adni azokra a kérdésekre, amik most izgatják a kerület lakóit. Ezen kívül, ami még talán fontos volt, hogy megjelent a helytörténeti füzetek legújabb kiadvány, az 53. helytörténeti füzet, Széma Rihár tollából a Műkedvelők Vadamekuma címmel, aminek leginkább az előtelepülések történetét dolgozza föl a műkedvelő színjátszók, a műkedvelő zenészek, a műkedvelő előadók helyeit, meg fellépéseit. Ugye annak idején az volt a divat, hogyha valamire pénzt akart a közösség összeszedni, mondjuk, mit tudom, egy felújítás vagy egy épületfelújítás, akkor tartottak egy ilyen amatőr vagy műkedvelő mondjuk színi előadást, és arra a befolyt jegybevételt fordították a felújításra. Na hát ennek a történetéről szól. Ez egy kiegészítés, korábban volt már hasonló helytörténeti füzetek, szintén Széma Rihárd tollából, de ez egy bővebb, illetve annak a korábbi könyvnek a kiegészítése, érdemes megvásárolni. Ezen kívül voltam Imre bácsinál, Kis Imrénél, aki 90 éves lett, hajós kapitány. Egész életében a Dunán, illetve kis részben a Tiszán hajózott, rengeteget mesélt a különböző Duna szakaszokról, hogy hol, mire kell vigyázni és hogyan kell, meg hát így az ember megtudta, legalábbis én, hogy milyen egy hajós kapitány élete. Ahogy láttam, Imre bácsit, megéli a 100 évet is, olyan jó erőben volt, úgyhogy innen is az Isten éltesse Imre bácsit. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!